Szép estét kívánok, sok szeretettel köszöntöm Paletta Kulturális Magazinunk valamennyi nézőjét. Idén is meghirdette hagyományos mesemondó versenyét a Gárdonyi Géza Művelődési Ház. Az Operenciás Városi Meseünnep és Mesemondó versenynek már a döntőjén is túl vagyunk. Ma este itt a stúdióban köszöntetjük mindhárom kategória győztes versenyzőjét, és természetesen a szervező intézmény igazgatóját is. Hadd mutassam be név szerint is vendégeinket, Bakó Noémit, Huszár Annát, Nagy Boglárka Rózát és Adorján Viktor a Gárdonyi Géza Művelődési Ház igazgatóját. Jó estét kívánok! Ami pedig a ma esti műsor menetrendjét illeti, stúdió beszélgetéssel kezdünk, megismerjük mindhárom kategória győztes mesemondóját, illetve a verseny részleteit, aztán pedig hagyományosan bejátszásokkal zárul ilyenkor a Paletta magazin, most szakítunk ezekkel a hagyományokkal, és egy igazi különlegességgel szolgálunk a nézőknek, hiszen a műsor második felében mindhárom győztes mesét meghallgathatják majd, úgyhogy azt hiszem érdemes lesz velünk tartani. A Fejér megyében élő általános iskolások nevezhettek az Operenciás Mesemondó versenyre, meg is tették szép számmal, ők három kategóriában mérték össze tudásukat, külön versenytek az első és másodikos, illetve a harmadik és negyedikesek, illetve volt egy harmadik kategória a felső tagozatosoknak. Ebben a kategóriában nyert Nagy Boglárka Róza, őt talán már ismerhetik is a nézők, hiszen számos versenyen és megmérettetésen szerepeltél az elmúlt időszakban is. A mesemondás mióta érdekel? És hányadszor vettél részt az Operenciáson? Hát most negyedszer vettem részt ezen a versenyen, és igazából már elég régóta foglalkoztat engem ez a téma. Verset már elsős koromban mondtam, és mesét másodikos koromban kezdtem elmondani. Mi minden érdekel még téged ezen kívül, és hogyan párosul emellé a mesemondás? Az miért jó? Hát népdalt is énekelek, és néptáncolok, és ezért szoktam népmesékkel nevezni erre a versenyre. Ez már egy ilyen népművelés kicsit számomra. Nagyon szép az a ruha, amiben jöttél. Mit kell erről tudni? Illik ez a mesének a témájához, amit te előadtál a versenyen? Hát nem is a témájához illik, hanem ez moldvai viselet, és a mesém is moldvai volt. Miről szólt? Mivel varázsoltad el a zsűrit, hogy aztán első helyezést adtak neked a felsősök között? Hát a címe az volt, hogy hogyan tanult meg dolgozni a restlány, és ez egy tanulságos mese volt inkább, mint izgalmas, ennek a tanulsága volt a lényeg, és igyekeztem úgy előadni, hogy ez a zsűrinek is tetszen. Azt megoszthatjuk a nézőkkel, hogy te a Kodály Zoltán Általános Iskolába és Gimnáziumba jársz, ugye akik ismerik ezt az intézményt, tudják, hogy ott fontos a zenélés, a népzene, a népi hagyományok ápolása, onnan ered a te érdeklődésed is a népmesék iránt? Hát igazából nem, inkább csak egyszerűen nem tudom, hogy vonzottam ehhez a témához, és a Kodályba azért mentem, mert a népdalt szerettem volna gyakorolni ott, és a mese az csak érdekelt egyáltalán, hogy és akkor anyukámmal tanultuk a meséket. Ha jól tudom, te táborozni mehetsz majd a nyáron. Igen, ennek egy a tábort a révén nyertem, és igazából nagyon örültem neki. Tavaly is bekerültem a döntőbe, de idén nagyon örültem, mert azt a tábort is megnyerhettem. És aztán mi még majd meg is hallgathatjuk a műsor második felében a restlányról szóló mesét, de akkor folytassuk mondjuk a harmadik-negyedik osztályosok kategóriájával. Huszár Anna nyert, aki jó példa arra, hogy ez a verseny, ez Fejér megyei általános iskolásoknak szólt, hiszen te nem is Székesfehérvárról érkeztél hozzánk, honnan jöttél? Nem, Nagylókról. Igen, és a Sárszent Miklósi általános iskola diákja igen vagy, ugye? Te milyen mesével neveztél, és most először vettél le részt ezen a versenyen? Hát igazából először vettem részt, de nem izgultam. És milyen mesét választottál rá? Az Ördögfióka és a szegény ember. Honnan ismerted ezt a mesét? Ki olvasta fel először neked, vagy úgy hallottad talán? Nem olvasták, hanem úgy CD-ről hallgattam, és addig hallgattam, amíg csak megtanultam. Az ötlet, hogy benevez az Operenciásra, az a tiéd volt, vagy esetleg az iskolában javasolták, vagy a családban valaki? Javasolták az iskolában. A felkészülésben meghallgattak többször az osztálytársak? Vagy igen. Igen? És mivel biztattak? Hogy legyél ügyes, meg hogy biztos nyerni fogsz.
Hát akkor ez a tipp be is jött, úgyhogy miről szól az a történet, amit te majd elmesélsz itt hamarosan a tévénézőknek is? Hát van a szegény embernek a nagybátyja, aki felragad a ház cserepére, a tetőcserépre. Mi az, ami még téged érdekel a mesemondáson kívül? Ezek szerint te szeretsz beszélni, nem félsz attól, hogyha nyilvánosság előtt kell szerepelni? Néptáncolni szeretek rá, járok is néptáncra, és népdalokat énekelni. És nagyon szép neked is a ruhád. Ebben vettél részt a versenyen is? Igen. Ez igazán. Talán a zsűrire lehet, hogy az is hatott, hogy ki mindenki hogyan mondja a mesét, illetve hogy mindenki adja meg a körítését ennek. Milyen szempontok vannak ilyenkor, ha már így Viktorra néztem a zsűri előtt? Mit kell figyelni elsősorban egy ilyen mesemondó versenyen? Általában azt figyeli a zsűri, hogy mennyire értően, mennyire élvezetesen adják át a gyerekek azt a mesét, azt a történetet, amit elmondanak. Ez, hogy úgy mondjam, a legfőbb szakmai szempont. Tehát azt konkrétabban is mondva, hogy mennyire éli meg, nem éli át, hanem mennyire éli meg, mennyire a sajátja az a történet, amit elmond, és mennyivel különbözik ez egy kötelezően megtanult és mechanikusan visszamondott szöveganyagtól, az, hogy a sajátjaként mondja el valaki ezt a történetet. És hát akkor ezen a szemponton túlmenően aztán vannak a finomabb dolgok, az érzékenyebb dolgok, a helyes, szép magyar beszéd, esetleg ha a mesében valamilyen tájnyelv jelenik meg, akkor annak a tolmácsolása, és hát természetesen ebbe a körbe tartozik bele az is, hogy valaki mennyire adja meg a módját az előadásának, tehát gondolok itt például a ruhákra is. Nagyon örömteli, hogy évről évre nagyon sok diák nevez a versenybe, és aztán egy jó erős mezőny jut el a döntőig, és ami még nagyon fontos szempont, hogy itt vagy magyar szerző által írt, vagy magyar népmese az, amivel nevezni lehet erre a versenyre. Igen, hát ez nem véletlen. Most ez nagyon messzire vezetne, hogyha én itt elkezdenék ennek a fejtegetésébe belevágni. De hát mostanában, hál' Istennek, egyre többször halljuk azt, hogy a magyar nyelv az egy nagyon-nagyon sajátos belső szerkezettel és egy belső logikával bír, ami mind a két agyféltekét megmozgatja például, mert ugye az egyik féltekén van a beszéd centruma az agyban, a másikon pedig a vizualitásé. És a nyelvünk az mind a kettőt egyformán igénybe veszi. Tehát nem akarok tényleg ilyen tudományos fejtegetésekbe belemenni, de hát a népmesék elsősorban, és az azok nyomán ezekből a gyökerekből elősarjadzott műmesék is, ez szerint a logika szerint építkeznek, és ez nem biztos, sőt valószínűleg nem így van más szerzők, idegen szerzők esetében. Tehát mi ezért is fontosnak tartjuk, túl azon, hogy hát mert hogy magyarok vagyunk, hát akkor legyen egy ilyen megkötés is, de ezen túlmenőleg mondom, van egy ilyen szempont is, hogy a gyerekek ilyen módon is a legértékesebbel és hát természetesen a gyökereikhez meg a génjeikhez legközelebb álló forrásokkal ismerkedjenek meg. Ha jól emlékszem, akkor ugye múlt héten mi egy összeállítást közreadtunk arról, hogy hogyan zajlott a döntő röviden, és ott Noémi meserészletébe épp volt alkalmam belehallgatni, a színekről meséltél te, és ugye a legifjabb kategóriában az első másodikosok között versenyeztél. Mióta érdekel téged a mesemondás, és mióta van úgy, hogy neked már nem mondják a meséket, hanem te mesélsz másoknak? Elsőben kezdtem, és nagyon megtetszett, és most is jelentkeztem. Ahogy én hallottam, nálatok már családi hagyomány is ez a mesemondás, igaz ez? Hogyha jól tudom, akkor te a nővérettől sokszor hallottál mesét, és ő is gyakorlott óperenciás mesemondó versenyes volt. Ez is segített abban, hogy bátor legyél, és mesét mondjál nyilvánosan? Elsőben még picit izgultam, de most már nem annyira. Miről szól ez a színes mese? Milyen színek beszélgetnek? És hogy
a kék meg a sárga így veszekszik, és akkor a végén egy kisfiú, akinek az ecsetjéről lehullottak, meglátta őket, és azt mondta, hogy nicsak, milyen szép zöld pötty. Mi az, ami a legjobban tetszett neked a versenyen, és jól érezted-e magad, visszamész-e jövőre is egy ilyen nagy siker után? Hát, az, hogy a végén mindig van a, vagy van lent ilyen közös tánc, és akkor, amikor már mindenki elmondta a mesét. Akkor utána lehet táncolni. Igen. És itt hallottuk, hogy Bográrka táborozni mehet. Ti mi minden jutalomban részesültetek itt a sikeres szereplésért? Mi is táborba mehetünk, és egy ingyen belépőt kaptunk a Városi Baba Múzeumba. Igen, a Baba Múzeumba. Azt talán egy következő nagy csoda lesz majd, hogyha megnyílik májusban ez a szép gyűjtemény. Hát nem tudom, véletlen-e a műsorra készülve, mi beszélgettünk arról, hogy mindhárom kategóriában lányok nyertek, és ugye egy szép hölgy koszorúban ülve beszélgethetünk itt most Adorján Viktorral is. Véletlen-e ez? Az kétségtelen, hogy már ebben a korban is a lányokat azért jobban érdeklik, vagy több leányt érdekel ez a fajta kultúra, mint fiút. Hát a fiúk már ilyen korban is inkább már focizni szeretnek, vagy a harcművészet iránt kezdenek el érdeklődni, de én azt gondolom, hogy ez természetes. Ugyanakkor a helyezettek, második, harmadik helyezettek között, külön díjasok között szép számmal akadnak fiúk is, tehát ott is úgy nagyjából egyensúlyban van a mérleg a két nem között. És akkor következzen a védelem, mert hogy a beszélgetés során a lányok azonnal mondták, hogy hú, de hát a döntőben voltak szép száma a fiúk is, igaz? Igen, ezt én említettem, hogy azért a döntőben, meg az elődöntőben is voltak jelentkezők fiúk, és hát a mi kategóriánkban is lett két díjazott fiú, az egyik külön díjat kapott, a másik pedig harmadik helyezést. Gondolom így volt ez a kisebbeknél is, voltak fiúk is a mezőnyben? Igen. Nálunk meg pont így volt. Igen? Csak itt kisebbek szerepeltek. Szerintem még egy gyors körkérdésre van időnk, és akkor utána átadjuk a meséknek a szerepet. Arról szeretnélek benneteket még egyszer megkérdezni, hogy milyen élményeket szereztetek, mit meséltetek a versenyről, és hogy mi az a következő verseny vagy mese, amit most éppen készültök megtanulni, ahova legközelebb szerepelni mentek, tudjátok-e már? Hát én még igazából ezt így nem tudom, hogy mikorra kell legközelebb mesét tanulnom. Még lehet, hogy addig lesz ezzel a mesével szereplésem, de újat valószínűleg nem fogok tanulni, hanem majd csak a következő versenyre. Anna? Hát most úgy volt, hogy ez a verseny után jön a cecei műmesemondó verseny, és szerintem arra nem nevezek be, mert két mesében összekeveredek, vagy ilyesmikre gondoltam, hogy akkor a döntő, most egy másik részletet fogok mesélni, de nagyon tetszik ez a mese is, és szerintem én se fogok újat tanulni. De ezt még szívesen elmondod majd akár az iskolában, igen, egy ünnepségen, vagy bárhol, ha hívnak, igen, ugye? Noémi? Én jövőre is szerintem be fogok nevezni, már nagyon jó, meg másrészt nem csak azért nevezek be, mert ha mondjuk első helyezést érek el, akkor kapok igazgatói dicséretet is, hanem meg fejlesztem a tudásomat, meg... Meg nagyon szereted ezeket a meséket, ugye? Nos, akkor nem is húzom tovább az időt. Köszönöm nektek a beszélgetést. A nézőknek pedig azt kívánom, hogy szórakozzanak jól az elkövetkező percekben, mert hogy mindhárom díjnyertes mesét meghallgatjuk most itt a Paletta további részében közösen. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Hogyan tanult meg dolgozni? A restleány. Magyar népmese. Volt egyszer egy restleány, aki mindig 9 párnán ült. Megkérte egy legény, de az anyja azt mondta neki: ó, fiam, ő nem való neked. Nem tud dolgozni, se szőni, se fonni, se varni. Más se csinál, csak ül a 9 párnán.
Nem baj. Majd én is 9 párnán tartom. Elviszi. Lakodalmaznak. Eltelik a lakodalom, s az ura fölteszi a 9 párnára. Azt mondja neki egyik reggel. No, kicsi feleségem, én most elmegyek a mezőre. Na de te le ne szállj a 9 párnáról. Én már főztem magamnak. Később egyél majd te is. Látod azt a kecskebűrt a falon? Az főzzön nekünk estére, mert ha nem, jaj lesz neki. Délben parancsolj rá, hogy szálljon le és főzzön. A fiatalasszony meg csak ült a párnákon, s téltájban mondogatta a bőrnek, hogy szálljon le, főzzön, mert ha az ura este hazajön, és nem lesz étel, rosszul jár. De a bőr meg sem mozdult. Hazajön este az ember, s a feleségét sírva találja. Ha mi baj, feleségem? Miért sírsz? Hogy ne sírnék, mikor olyan éhes vagyok, mint a farkas? Reggeltől semmit sem ettem. Hát a bűr nem csinált ételt? Az bizony nem. Annyit mondtam neki, kérleltem, szíttam, mégse hallgatott rám. Na, nem baj. Elintézem én, hogy holnap főzzön. Terítsd a hátadra, hadd verjem meg. S elkezdi ütni a felesége hátán. Hiába mondta neki, hogy elég volt már, hogy holnap biztos főz majd. De az ura csak verte. Nem engedek, mert ő se sajnál téged, mikor egész nap éhen tartott. Aztán, amikor úgy gondolta, hogy elég neki, visszaakasztotta a helyére. A párnákat főpuhította, fővette a feleségét az ölébe, főtette a párnákra, s azt mondta neki. No, kicsi feleségem, te üljél csak a párnákon, én meghozom az ennivalót. Hozta is az ember a vacsorát. Másnap megint azt mondja neki. No, kicsi feleségem, nekem most el kell mennem. Délben parancsolja bőrnek, hogy szálljon le és főzzön. Mert ha nem, baj lesz. Az asszony déltájban megint mondogatta a bőrnek, hogy szálljon le, főzzön. De az nem szállott le a szegről. Sírt, könyörgött neki. Mint hiába. Este megint hazajött az ember, főterítette a hátára, s jó megvert.